én néztem ki magammal. Mi a kedves becsületes nevecskéje? Lajos bácsi! Kedves Lajos bácsi, hát nem tudom, mit szólna hozzá, hát tekeződhetünk, hát nincs olyan nagy korkülönbség közöttünk. Kedves Lajoskám! Na kérem szépen, így ahogy elnézlek, a következő dalocska jut az eszembe. Kék a kökény recece, ha megérik fekete, barna legény én utána megyenek. Hát a barna legény, ha kicsit megőrzöl, de még én is trompterek! Tudni velem! Azt mondja kedves Lajoskám, egy nagy tapsot kérek kedves Lajosunknak. Na kérem szépen, hát hogy fogom én ezt a dalocskát most neked elénekelni? Közösen, de még hogyan? Csücsüljél le! Na, csak ide, gyere ki ilyen! Így? Na kérek szépen, most beleülhetek a ölecskébe? Nem tudom, asszony valahol itt van, nincs. Ja, hogy itt az asszony! Jaj! Hogy csinált az asszony? Kedves Ilike! Na hát akkor azt hittem, hogy asszony nélkül vagy olyan, hogy fölpattattál mellette, vagy a strandból. Nyugodtan beleülhetsz. Kedves Ilike! Azt akartam kérdezni, hogy hát belecsücsüljetek a babáig az ölébe. Na akkor indulhat a dalocska, kék a kökény, recece. Egy nagy tapsot kérek Lajosnak! Sok-sok öröm töltse be a kicsi szívét, és adjon az élet még száz ilyen csodát, hogy magát ünnepelje, még nagyon sok éven át, jó egészségben az egész család, a sok-sok unoka, és az egész falu! Igen! Ezt adtam sok kerek, Marika lényeknek! Na kérem szépen, kedves Marika né, azt hittem, hogy 20 éves vagyok, hát a lányom 23. Itt én csak 45 vagyok, de már az is elmúltam. Na, kedves Manika néni, árulja el, hogy 85 év ellenére, hogy ilyen strangul néz ki? Hát milyen jól néz ki? Ilyen, hát árulja el, hogy mi a titok? Árulja el nekem, hogy mi a titok? Még mindig kell üzecske? Vagy sütöket? Ott születtem én, nincs ott gyertyam, nincs ott lába én. És énekeljük el, kedves, a többi tínédzser szépkorunkban énekeljük el, kedves Manika néninek, jó? Hadd szóljon a lakocska! Lesz fénykép, videó is lesz, fent lesz a Facebookon, és csak 20 ezer nem fogják látni. Na, hadd szóljon a lakocska! Ott születtem én, nincs ott gyertyam, nincs ott lába én. Házunk előtt véneket vár, engem anyám mindig hazavár. Megírom, hogy jó anyám neked, ne vágyozok, hogy nem lehet. Amikor a kis falunkban nyugodra érnem, anyám, hogy elérnem egy imád. Kettes ember imád, Isten csak arra, csak arra, valamint meg.
nézhetünk mindenket. Na kedves Évikével, hány éve vannak együtt jóban, rosszban, szerelemben, betegségben, egészségben, lepeklésben, felkepésben, evésben, ivásban? Aztán több 59-ből is. 59? Úgyhogy... Megfutban voltam. Sokáig volt. Akkor lehet mondani, hogy 60 éve már együtt van az ifjú házas. Egy hatalmas tancsot kérek az ifjú házasoknak. 60 éve együtt mondanokban. Hát akkor engedjék meg, hogy ebből a szép ünnep alkalmából önöknek is nagyon jó egészséget kívánjak. Unoka van? Van. Unoka is van. Hát dédunoka is. Mennyi dédunoka van? Egy dédunoka. És mennyi unoka van? Három unoka. Ez újabb nagy tapcsot értem el. Na kedves Mari bácsi és Évi néni, ebből a szép alkalomból most én is meg szeretném lepni önöket egy dallal. És tudom, hogy ez a dal nagyon sokak szemébe könnyeket csal, de mégis olyan gyönyörű mondani valója van. Életemben csak két nőt szerettem, egyik volt a drága jó anyám. A másik életemben csak két nőt szerettem. Egyik volt a drága jó anyám, nem szeretett ápolódott engem, Istenem, vigyázott reám. Mégis amikor betegség estem, két szívet úgy imádkozott, de annak is az ellenét kerestem, anyám sírt, de nem hozzott. Jani bácsi, mert hát olyan fiatalosnak tetszik lenni, a kedves Janikán tegeződhetünk? Igen. Igen. Na kérem szépen, na mit szólnál, hogy a következő dal most neked szólna? János hegyen, fenn a János hegyen. Megfelel? Na, de a János hegyen én szeretnék veled ám találkozni. Az is megfelel, meg megy valahogy? Itt az M1-esen pikpakot tudunk lenni Budapesten. Esetleg olyan kérdés, hogy valami asszony, vagy valami, hogyha nincs asszony, na nem baj, akkor kettecskén elmegyünk a János hegye, majd sétálunk egy jó nagyon, dalolgatunk együtt. Na, akkor éve! Benn a János hegye, estére utamálunk, János hegye. Bye.
sarki mindig inoros. Én sosem néz. Én sosem helyes a vállat. Képzeld el! A múltkor szintén szépkorú rendezvényen voltam, kérdem a kedves Pista bácsi, hogy mi az iparosok nótája, mondom. Tudjuk, kedves Pista bácsi, azt mondja, hogy éves várjunk, már persze, hogy tudom. Ha nem tudom az életemet, horrontottam éve. És mondom, a kedves Pista bácsi, mi a kedves foglalkozás? Hát olyan műves vagy. Na hát akkor énekeljünk a következő. Egészséget, boldogságot és szeretetet, azt nem. Tudunk venni házat, de nem tudunk venni otthont. A szeretet, a mosoly, az ölelés, a család, a barátok, ezek mind ingyen vannak. És nem azért vannak ingyen, mert annyira olcsó dolgok lennének, hanem azért, mert megfizethetetlen. Színes álmodás, vétel véget ér. A sír lesz majd még állomás, szép pihenni tér. Álmodjuk mindig szépeket, hisz úgysem tart soká, hogy jusson el záró éveket, tegyük mi boldoggá. Nagyon szépen köszönöm. Hát nagyon szívesen énekeltem.